De most a vasárikra van szó? Mert én szórakoztató vagyok, meg jól is nézek ki. Az összes nő, akit én visszautasítottam, azok a, azok a Pozsnyi úttól a Kálvin térig állnának. <laughs> én nem, úgy nem értem, hogy mit, mi történik. A, ez a kereszt a nyakamban, ez annyiszor kiverte a biztosítékot, mint a kétszentség. A tököm se tudta, hogy zsidó a főszerkesztő. És akkor mondta, hogy oké, okay, hogy nyárban, meg, meg kigombolom a, a, az ingemet, de az a kurva nagy keresztőt hát, Ki nem? nem szarja le, hogy téged mi zavar, kereszt marad kéz. És akkor most már jönni fognak az ilyen kicsit... Egyébként. ...extráb megjegyzéseink. Már egy jó ideje élő közhely, hogy Nincs erősebb a világon egy jó történetnél. És ebben van is némi igazság. A történetek legfontosabb alapegységei pedig a karakterek. Egy karakter pedig a legritkább esetben attól jó, hogy milyen előzménytörténete van, vagy hogy mennyire életszerű. A popkultúrában ennél sokkal fontosabb egy karakter funkciója, szerepe, vagy más szóval az arhetipusa. Az arhetipusokkal először a mitoszok kapcsán kezdtek el foglalkozni, de emiatt igazán nem kell, hogy visszamenjünk a Gilgames eposzig, már csak azért sem, mert... Isteni atyáink, új hőst kell teremtenünk, Gilgameshez hasonlót, aki legyőzi Gilgamest. Arról, hogy a szocializmusban nem voltak drogok. De szerencsére archetipikus karakterekből és történetekből rengeteg van körülöttünk ma is. A Star Wars például nagyon tudatosan épített a különböző mítoszokban és mondákban lévő elemekre. És mivel a mai adásban a karakter és a személyiség szerepéről lesz szó a médiában, induljunk ki egy nem feltétlenül mindig helytálló, de szerintem annál szórakoztatóbb Star Wars-os hasonlatból. Én Tóth Jakab vagyok, ez pedig itt a Monoszkóp. Ha tetszik az adás, akkor légy te is a Patriótánk, ehhez minden linket megtalálsz a videó alatt. Patriótánk? Te mit te a próbálsz, Jakab? Nincs. Na jó, ja. Sweet el hozzá egy chai ezeket a baszkokat hirdesd, mert nem adunk el semmit, aztán majd mehetsz a megafonba ugrálni. Na, mennyi 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 három trilógiája készült el eddig, ahogy a rendszerváltás utáni magyar médiának is három nagy intézmény történeti állomása volt. Az első, a klasszikus, a 90-es évek első fele, amikor a gonosz állampárti birodalom bukása után megjelent az új remény korának Luke Skywalker-e, aki először szállt szembe a gonosz népnevelő tévével. Hát kérem szépen elindul remélhetőleg maratoni útjára a Friderikus amelyet barátaimmal együtt közel egy évig készítettünk elő, hogy az olyan legyen, mint amilyen a kor szelleme legalábbis a mi véleményünk szerint igényel. Ő aztán feladta ezt a szerepkört, és újabban már teljesen kiábrándult a tévézésből. Sokféle tévéműsort készítettem én már életemben, ezek közül volt, amit kedveltem, sőt kifejezetten szerettem, de volt, amit egész egyszerűen, nem tudom szebben mondani, untam. De ott volt még a bölcs mentor Arhetipusa is, alias Obi-Wan Kenobi, más szóval a mi kvízmesterünk. Aki soha hiányozhat, a játékvezető Bágó István. Éppen köszönöm. Tehát két villamos mérnök, egy programozó matematikus, éljenek a természet természettudósok. Éljenek bizony, de ne feledkezzünk meg a tréfa vagy bohóc archetipusáról sem, aki annó a magyar tévében úgy vette magát körbe kisgyerekekkel, mint Sri Pio Evok Macikkal. Enni szeretsz jobban, vagy táncolni? Táncolni is, meg enni is. Akkor most egyensúlyba leszel, mert most amit ettél, most most le fogod mozogni itt nekünk, jó? És most kérek mindenkit, induljon el táncolni! Ösztán! Diszkó, diszkó! Magasra a kezeket! Top! Fú, de kurva kellemetlen ez az egész. Na de mielőtt mindenki felháborodna, hogy nem is így van, mert a Baló György az obiván és különben is mindenki tudja, hogy a Vitrai volt a Joda, ezek csak példák arra, hogy a média személyiségek a kollektív emlékezetben nagyon hasonló szerepet töltenek be, mint a fenti karakterek egy történetben. De ha más szereposztást csináltok, akkor tegyétek meg a komment mezőben, szerintem el lehet vele szórakozni. Mindezek után a második nagy váltás, amikor megjelent 97-ben a kereskedelmi televíziózás, ami akár a Star Wars második trilógiája eléggé más volt, mint amit eddig megszoktunk. Volt, aki lenézte és elpártolt az egésztől emiatt, volt, aki akkor született és itt ismerkedett meg vele, de egy dolog közös, azóta szinte mindenki tresélményként gondol rá vissza. Szerelem első látásra. A játék, amelyben mindenki párra lehet. A 13-as szám. Szerencsét hozom! Itt láthattuk először a Jedi tanácsot, A mentor obi van itt már egy kicsit személyesebb, viccesebb oldalát mutatta. Ne azt mondja, hogy na jó, megfelezem, azt mondja, vágó úr úgy tartom logikusnak, hogy mivel fogalmam sincs, hogy mi az az aszkaban, ezért én most megfelezem. Hát meg van. akarom felezni. És megjelent az új fiatal hős vagy szakszóval protagonista, az ifjú Anakin, akiről már az elején lehetett sejteni, hogy van vele valami gebaf. Itt van az a kis tagad, El akarom a cele, akarom mondani, klón hadseregről, meg már inkább ne is beszéljünk, azt nem akarom végigvenni. De végül elérkezett a harmadik felvonás, ami nem más, mint a YouTube. Ez még annyira friss, hogy itt szerintem még ne kezdjünk el megfejteni a karaktereket, én annyiban már biztos vagyok, hogy ez a dög nem szeretnék lenni. Én Tóth Jakab vagyok, ez pedig itt a Monoszkóp. A lényeg, hogy ugyan a médiában szereplő emberek ugyanolyan civilek, mint bárki más, de azáltal, hogy újra és újra szerepelnek, részeivé válnak a kollektív emlékezetünknek. Nézőként az a benyomásunk, mintha ismernénk őket, hiszen valamilyen érzelmi viszonyba kerülünk velük. Amire érdemes odafigyelni, mert könnyen csalódhat az ember, abból meg lehet baj. Az, hogy ki milyen szerepet tölt be a nyilvánosságban, az rajta is múlik, és a média közegen is. De kell ezzel foglalkoznia annak, aki képernyőre kerül? Beskatujázza az embert a média különböző szerepkörökbe, és mennyire igaz az a kép, amit nézőként kialakítunk valakiről? Mai vendégeimmel ezekkel a kérdésekkel is foglalkozni fogunk. Ja, általában úgy szokott kinézni a műsor, hogy elmegyünk az adott youtubernek a stúdiójába, ez most nem történt meg, mert azt mondtad, hogy építkezés alatt van éppen a ház, meg azt gondoltuk, hogy romos falunk az nekünk is van, aztán talán ez így megoldható. Dörner Csenge jelenleg a Korvinusz mesterszakos hallgatója. Emellett a Covid első hulláma alatt elindította saját YouTube csatornáját, amire hamar sokan felkapták a fejüket. Közgazdasági témákban készít oktató videókat, de mindezt közérthető módon és egyedi stípusban. Célja, hogy érthető és pártatlan legyen. Még olyan témákban is, mint Soros György konfliktusa az angol jegybankkal, vagy a magyar devizahitelválság. Ez a YouTube csatorna gondolat, ez így mindig mataszkált a fejemben, és volt időm, és úgy azt mondtam magamnak, hogy, na jó, most akkor összeszedem az összes bátorságomat, és belevágok, mert nem szabad halogatni. Az mindig megvolt, mint alapkoncepció, hogy én ismeretterjesztő tartalmat szeretnék a YouTube-ra gyártani. De az nem volt meg, hogy milyen témában. Szóval azért is volt ez egy olyan próbálkozás, ami így nem sikerült. Az első, mert, mert nem volt egy fókuszom, hogy mire szeretnék koncentrálni. Csak voltak ilyen random ötleteim, hogy hát, Mm, beszélhetnék arról, hogy milyen lenne, hogyha legalizálnánk a marihuánát, meg akkor nagyon nagy téma volt mondjuk az ISIS, és akkor gondoltam, hogy arról egy videó, de hogy ezek ilyen teljesen random, mindenféle területről származó témák, és, és még nem is voltam szerintem elég érett ehhez. Ahhoz, hogy más témákhoz is hozzányúljak, szerintem még kell egy kis bátorságot gyűjtenem, mert mondjuk az a tudat most, hogy van egy diplomám, az, valamennyire ezer megnyugtat, hogy hatalmas nagy hülyeséget azért már csak nem fogok mondani. Ha meg mondjuk elkezdenék pszichológiai, vagy politikai, vagy történelmi témákról beszélni, akkor ott azért bennem lenne sokkal jobban, hát így is bennem van, de sokkal jobban bennem lenne az az aggodalom, hogy jaj, mi van, hogyha hülyeséget mondok. És hol van benne ez a határ? Hogy hogy mi az a határ, amin túl már azt mondod, hogy oké, okay, erről én szeretném kifejteni a véleményemet, vagy erről nekem már legitim véleményem lehet? Mindenből nem lehet diplomázni alapból. Igen, mindenből nem lehet diplomázni. Um, az egyetem egyébként nekem nagyon sokat adott, de igazából az összes téma, amit feldolgozok a videóimban, azok, azokat én nem az egyetemen tanultam meg, hanem saját kutató munkárán, könyvekből, filmekből, dokumentumfilmekből. Tehát igazából én azt gondolom, hogy, hogy az összes témát ugyanígy fel tudnám dolgozni. Szerintem az érződik egy tartalmon, hogyha elegendő kutató munka elmagadta, nem ettől a részétől főleg, sőt, amúgy rengeteg olyan ismert terjesztő youtuber van, akinek nincs diplomája abból, amiről beszél, de attól szerintem még ugyanolyan hiteles. De igen, tehát magammal kapcsolatban elsősorban nagyon szeretnék arra odafigyelni, hogy ne szálljak el, és ne gondoljam azt, hogy akkor én most én hatalmas nagy közgazdász elme vagyok, uh, hanem mindig uh, alázat találni a dolgokhoz, és, uh, és folyamatosan meg kell saját magam. Havas Henrik, Táncsics Mihály Díjas újságíró. 1979-től dolgozott a Magyar Rádióban, majd 89-től a Nap TV ben kezdett televíziózni. Emellett 93-ban megalapította a Budapest Média Intézetet, ahol műfajelméletet tanított. 95-ben a Horn kormány kommunikációs ügyekkel megbízott címzetes államtitkára volt, de csak hat napon keresztül lemondásáig. Az rtl a heti hetes állandó vendége volt, majd az ATV-n vezetett több műsort is. 2017-ben azonban elbocsájtották, miután Bauko Éva verbális szexuális zaklatással Bádolta. Azóta a Nemzeti Egy TV nevű YouTube csatornánál napi műsort járt Havas Megmondja címmel, ahol a tőle megszokott markán stílusban fejti ki a véleményét. Hát igen. De ilyeneket élvezkedek, tehát tudok gonosz is lenni, meg ajjaj. De az benne van a vélemben, mert engem nem vettek fel az egyetemre. Nyilván nem, mert szóbelőtt úgy berúgtunk egy fehérvári gyerekkel, mint a seg és aztán ugye gépjármű villamosági műszerész tanuló voltam, akkor voltam uh, autómentős a fővárosi kertészetnél, valahogy mindig a Margit szigeten kötöttem ki a, a Na <laughs> mindegy. És aztán a, a Volán voltam a volánt legfiatalabb üzemvezetője, pedig nem is volt műszaki végzettségem. De megígértem a főmérnöknek, hogy elvégzem a járműperő főiskolát. Hát egy évet jártam is. Na, mindegy. És, és hát ott a tefusófőrökkel voltam kapcsolatban, meg hát ez hihetetlen világ volt. Hihetetlen, imádtam, imádtam. És hát ott, ott, ott nem lehetett mellé beszélni. Nagyon úgy tűnik, hogy az egyetem helyett valahogy ugye az életben, van ez a borzasztó közszélet, az életiskolája című szálló, igen, hogy ott tanultam okos fél, úgy, pontosan erről van szó. Szóval semmire nem vittem. Egyszer megkérdezte egy kollégája, hogy ha nem újságíró lettem volna, akkor mi lettem volna? Hát mondom az én képességem, mert valószínűleg egy megalázott alkotmánybíró, vagy egy lestrapált sztárügyvéd. De hogyha az életből tanult, akkor, akkor hogyan, 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 nézett ki, amikor ön tanított? Mit, mit tudott ebből megtanítani iskolai keretek között? Hát eleve ott kezdődött, hogy ö, lefordítottam egy angol, meg egy amerikai, egy vagyok, egy amerikai, hát javó, angol, jó, angol Tehát egy amerikai tankönyvet, meg egy németet. És akkor először magamat megtanítottam. Tehát körülbelül úgy voltam mm. ezzel a dologgal. Én kurva jó hiszekeztő voltam. Kurva jó parlamenti tudósító voltam. Kurva jó riporter voltam. Hát, egy rakás rakásdíjat megnyertem. Itt, itt a műfajelmélet, ez az, az még mm. csak elmélet. Ez, ez tetszik, nem tetszik, én ezeket a tankönyvekből előre megtanultam. Amúgy én mindig jó tanuló voltam az iskolában, de mindig kicsit azt éreztem, hogy, hogy kicsit olyan lassú a felfogásom. És szerintem a videók, ez a videóformátum az pontosan olyan uh, embereknek nagy, nagy, segítség lehet, akik kicsit hasonlóan hozzám nem értenek meg mindent így pikpak. És egy videó, az, azt megnézheted 20 egymás után. Leállíthatod, visszatekerhetsz, amennyiszer szeretnél, és és még csak az a rossz érzés sincs benned, hogy úristen, most újra meg kell kérdeznem a tanárt, vagy bármi ilyesmi, hanem nem tényleg a saját tempódban csinálhatod. És na, hát én, is valami ilyesmit szerettem volna csinálni. Borzasztóan hangzik, de hogy sajnos tényleg a média elemzés, meg amikor készítenek egy műsorok, ezeket nagyon ilyen csőlátással veszik figyelembe. És hogy például elvinnénk egy pilotnak azt, amit te csinálsz egy tévéhez, akkor szerintem az lehetne egy unique selling point, hogy figyeljetek, itt van egy a rohadt száraz téma, meg itt van egy nagyon aranyos lány. És mm -hmm. akkor ebből csináljunk műsort. És szerintem ez egy ilyen média felfogásból, ez lehetne az eladási pontja. Ez neked degradálóan hangzik, vagy eszközként hangzik, vagy mit gondolsz erről a hozzáállásról például? Hát igen, így rátapintottál egy fontos témára, amin én nagyon sokat gondolkozom, meg sokat beszélgetek erről másokkal is, hogy az, hogy én lány vagyok, vagy az, hogy én nő vagyok, az milyen szerepet játszik abban, hogy mennyire lettem sikeres YouTube-on. És én. Uh, Igazából két, két ilyen ellentétes vélemény van. Vannak, akik azt mondják, hogy nőként ismeretterjesztő tartalmakat csinálni a YouTube-ra az nehezebb, mint egy férfinak, mert valahogy még mindig mondjuk esetleg megvannak ezek a sztereotípiák, hogy, uh, hogy a nők kevésbé okosak, és akkor biztos egy nőnek nem is fogják elhinni, amit mond. És ezen nehezebb egy nőnek. Van, aki meg azt mondja, hogy egy nőnek sokkal könnyebb a Youtube-on is terjesztő tartalmat gyártani, mint egy férfinak, mert egy nő rárakja a fejét, vagy rárakja az arcát a thumbnail és akkor a férfiak már rá fognak kattintani, már ó, ott egy szép arc. És nem tudom, hogy, hogy, hogy egyébként mi a valóság. Valószínűleg vannak emberek, akik meglátják, hogy egy lány beszél gazdasági témákról, és, és, gyorsan kis ki kapcsolják, hogy úristen, ez biztos hülyeséget mond meg. Én egyébként azt gondolom, hogy szerintem nekem nem könnyebb és nem nehezebb nőként. Engem soha nem érdekelt a példány szám. Tavaly jelent meg októberben a 29. könyvem, az Omegáról írtam. Soha a példány szemet. Úgy sem tudnám másképp. A televíziónál se érdekelt a nézettség, mert úgyse tudnám másképp. És akkor akkor, 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 én mindig röhögtem el, amikor hű, nézettség. Ki nem szarja le, Hát úgyse tudom másképp csinálni, akkor mit érdekel engem? Egyetlen egy dolog volt, ami érdekes volt, ha amikor a TV2-höz kerültem a Mokkával, ami aztán egy rohadt nagy siker volt. Igen, ám, de oda tették a Liptai Klaudiát, aki előtte ugye tönkre lett téve. Ez a szerencsétlen Friderikusz, kitalált a, a lipta is volt, ami óriási bukás volt, és ráadásul alázta ezt a szerencsét, mert üvöltött bele a fülében, mert mit tudom én. És, és, oda rakták a liftait mellém. És nagyon jól sikerült a dolog. Nagyon jó sikerült a dolog. Várkonyi Andi volt a reggeli híradó műsorvezetője. Annyira jól sikerült, hogy komolyan mondom, Csináltam mondjuk a költségvetésről a pénzügyminiszter egy interjút, ez a két nő ott ültek, mert érdekelte őket. Egyszerűen, egyszer érdekelte őket. És ez, ez engem feldobott. Szóval ez olyan, mint amikor szokásos ökörködéseimet előadtam a, a televízióban, rengeteg ilyen volt, és ez a moka ebből, a szempontból, ebből a szempontból érdekes volt. Ja, de eszembe jutott, a heti a test akartam mondani. Arról sem akar benne lenni. Én, ha nem háromszor eljöttem onnan, és kétszer kiluktak, akkor egyszer se. De ott se volt egy ilyen, hogy mondjam, uh, flow élménye az egésznek, egy ilyen uh, élvezetes, szimpati jelenlét jellegű élvezeti faktor? Voltak, voltak nagyon jó pillanatok, tehát ez a férfi-nő uh, izgalmas kapcsolata a Hernádi vagy intellektuálisnak nevezhető párbaj, mondjuk a, a gyorsan kaptam adni, a verebessel. Tehát kialakultak ezek, ezek a játékok, am, am, amit nem lehet mesterségesen megtervezni. Tehát az Árpa Attila hiába a veri anyálát, hogy hű, 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 ott a professzor meg, hogy Németországban, alul, faszták, fogalma nem volt semmiről. Na, de az egy jó játék volt. Tehát azt így mondjuk ebben az értelemben élveztem de az is, az is egyfajta teátrális uh, műsor Vagy amennyi... Az abszolút, hát erre, erre, ment ki a játék. De ugye ez egy szerepből tört. Pontosan. És, ugyanaz, ugyan, és, a, is képernyőn ugyanazt a szerepben lévő havas láttuk a heti hetesben, mint az összes többi, a mokkában is akár. A karakterre nagyon hasonló volt. Azért kérdezgetem ezt, mert hogy, mert hogy akkor ez mégiscsak valami fajta szerep, mégiscsak valami fajta épített image. Ezek a, ezek a dolgok a is múlnak. De most mondok egy példát. A, ez a kereszt a nyakamban, ez annyiszor kivette a biztosítékot, mint a kétszentség. Tehát volt, ahol a tököm se tudta, hogy zsidó a főszerkesztő. És akkor mondta, hogy oké, hogy nyárban, meg, meg kigombolom az, az ingemet, de az a kurva nagy keresztőt zavarja. Hát mondom, ki nem szarja le, hogy téged mi zavar? Kereszt marad kész. Próbálok kicsit visszavenni ebből a cukiskodós imidzsből, mert én picit még soknak is érzem, és ez nem direkt csináltam, ez, ez, ez azért van, mert az ember szerintem kamera előtt mindig kicsit máshogy viselkedik, mint a valóságban. És mondjuk itt, hogy most beszélgetünk, most amúgy egész természetesnek érzem magam, mert, mert főképp arra koncentrálok, hogy hozzá beszélek. De az egész más, amikor csak te vagy egy szobában is belebeszélsz a kamerába, és um, uh, nem, ez egyébként sem annyira nem volt tudatos, csak én tényleg csak így. Csak így belevágtam, hogy jó, megcsem ezt az első videót, akármilyen béna lesz, nem fog, nem fog uh, visszatartani attól, hogy csináljak még egyet, és, és egyáltalán nem voltam vele 100%-ig megelégedve az első videómmal, mert, mert, mindegy, sok probléma volt vele, de, de, csak így mentem előre, hogy nem érdekel, megcsem, megcsem, megcsinálom, és á, igen. Mit gondolsz egyébként? Szerinted ezt a hagyományos média keretei között meg lehet egyáltalán csinálni? Vagy hogyha meg lehetne, akkor téged az érdekelne-e? Vagy a platform felé van az elköteleződésed inkább? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye szerintem valamilyen szinten azért is... Tehát az, hogy a Youtube-on vagyok fent, az azt is jelenti, hogy független vagyok. És az emberek is úgy látnak engem, mint egy független embert, aki aki, aki mondja ezeket a, do, az, ezeket a dolgokat, és hogyha mondjuk már. Hát az a baj, hogy Magyarországon igazából már minden médium, de ez legy, lehet, hogy egyébként mindenhol így van, valamilyen politikai oldalhoz tartozik, és, és hogyha már elkezdenék az egyik vagy másik oldalon feltűnni, akkor akkor, akkor az emberek azonosítanának engem, valószínűleg egy, egy politikai oldalal, vagy egy bizonyos beállítódással, és igen, és ezt az, mondjuk szeretném elkerülni. És egyébként nem gondolom azt, hogyha mondjuk én elkezdenék, hogyha mo mondjuk tegyük fel, hogy uh, valamilyen tévécsatornán kapnék időt, vagy valamilyen uh, újságnak írnék cikkeket, vagy készítenék videókat, én nem. Most lehet, hogy naív vagyok, lehet, hogy naív vagyok, de én azt gondolom, hogy, uh, hogy én attól még tudnék függetlenül és objektíven beszélni bizonyos témákról. És uh, azt gondolom, hogy nem engedném azt, hogy különböző politikai ideológiák szerint, Megmásítsák a mondani valómat, de ugyanakkor hiába, mert akármilyen objektív is a tartalom, hogyha, hogyha az emberek már nem hisznek nekem, mert azt gondolják, hogy ezt csak azért mondom, mert most akkor kormánypárti vagyok, vagy azért mondom, mert ellenzéki vagyok, vagy akármi. Azt gondolkodtam közben, hogy 1993 93-ban indult, ez a médiaintézet, viszont 95-től, amikor a Hort kormányjal együttműködött, mondjuk úgy, abban a rövid hatnapos időszak alatt, az hogy volt összeegyeztethető mindazzal az újságírói tevékenységgel ja. és oktatással, ami egyébként ott... Ja, történt. hát ez sehogy. Hát sehogy. Hát ez a kuplára ebben az országban van. Hát azok után, hogy én a heti hetesben mondtam a magamért, és azok után hírműsorokat vezetek egy normális országban, elképzelhetetlen, de hát ez hol normális? Önnél a határ az újságíró és a, és a showman között? nem mondjuk az etéletes, ez, ez valahol inkább egy ilyen showműfaj azért. Az az volt. És az összes többi is. Hát most kapaszkodjon meg, volt ez az Activity című műsorom a Szulák Én voltam a legtöbbet vendég. Mert én szórakoztató vagyok, meg jól is nézek ki. Hát ez a showman kategória. Így van. És ettől még simán csináltam az interjúkat a miniszterekkel, meg mindenkivel. Na? Ez egy hülye ország. Hoztunk egy videót, uh, ahol van egy ember, aki szintén nem média szereplőnek indult, viszont azzá vált és az is maradt. Uh -huh. uh, nézzük meg ezt! Okay. Én előre mondom, hogy nagyon szívesen megnézem, meg amit eszembe jut, azt mondom, de abszolút nem, nem tartok lépést a youtuberekkel, uh -huh. sőt kifejezetten idegesítenek már Tavaly volt a Peti 11 éves, vagy tavaly az nem tudom, a nagyanyjával kivitette magát a BMW-re, és a szegény nagyanyja három órán keresztül állta a Petivel, hogy valamilyen balfasztól kapjon egy aláírást. Hát én azt hittem, hogy gyilkos leszek. A nagyanyjája kell nyilván, hát ha kell, hat órát áll az unokája miatt, és akkor mondom, kinek az aláírása ez? Mondja, pici, paku, -e? ki a tököm az? És, hát én azt hittem, <Szítem>, hogy fejbe lövöm magam. Amikor Havas Henrik sajtótájékoztatón mutatta be stábját. Mihály Endre erkölcsi bizonyítványa és iratai még én. nem érkeztek meg a miniszterelnöki hivatalhoz, így hivatalosan nem munkatársa a kormány sajtóirodájának a gyanúsított fiatalember. Még odaig sem jutottak el, hogy a szükséges papírokat kiállítsák. Tehát nem tagja Mihály úr a stábunknak, korábban sem volt, ezután pedig most már nagy valószínűséggel nem is lesz. De most havasárikra van szó? Jó, és Aján. akkor most már jönni fognak az ilyen kicsit... Hát igen. Extrabb a politikusok imádnak a GDP-ről és a gazdasági növekedésről beszélni. És a gazdasági növekedés... Brutto hazai termék. The gross domestic product, or GDP... A GDP... A GDP... A GDP. A GDP-nek kitüntetett helye van. Ha növekszik, akkor elégedettek vagyunk, ha viszont csökken, akkor pánikba esünk, hiszen az ország recesszióba került. Alapvetésnek veszik, hogy a minél magasabb GDP növekedés a cél, és a magas GDP-t egyelőnek tekintjük a jóléttel. De biztos, hogy jól van ez így. Dögöm már már. Igen? Van ah, még meg hülyeség is az egész. Melyik része? A hülyeség így elsőbbikre. Most mondok egy példát. Ha a GDP növekszik, jó, ha csökken, kurva szar, miközben ez nem is így van. Na, no, én osztom egy csoki, egy csoki fasz. E egy egy ne, nem akarom, de tudom, de nem akarom. Hendrik? a gondolkodom, hogy maradjak ki ilyen csoki fasz után, nem játszom. Ez most komolyan mondom, én azzal Nem játszom, kész. Ez, nem ez az most ajándék, folyam. vagy bossz? Nem, ez most ma, ja, ja, ezt most mondom műsoron kívül, mondom, hogy most felállok és elmegyek, oké? Okay? Nincs soki, fasz. Oké? Okay? Ez nem az email. én... Én nem, nem értem, hogy mit, mi történik. Szerintem, aki ott volt, vagy aki a műsort nézte, se feltétlenül értette, szóval, hogy emiatt igazán ne érez rosszul magad. Igen, egyébként ezt szerintem nem sok férfi vállalta volna be. Mármint ugye De gondolsz, a De férfi... hogy ez férfi kérdés egyébként? Egy férfi női kérdés? Nem tudom, hát a férfiak szerintem nagyon-nagyon érzékenyek arra, hogyha mondjuk megvannak olyannal vádolva, hogy ők uh, esetleg melegek. Tehát én azt is annyira utálom, amikor nem tudom, egy férfi egy másik férfinak mond valami bókot, és akkor mögé kell mondania, hogy no homo. Tehát így miért? Tehát nem tudom, én ezt, én ezt látom, hogy a férfiakon, hogy nagyon, nagyon aggódnak, hogy nehogy esetleg bárki azt feltételezze róluk, hogy ők homoszexuálisok. Érdekes, hogy ez elsőnek egyszerűen, hogy nem tudom mennyivel deonestálóbb férfiként csoki faszt majszolni a tévében, mint nőként. egyébként, egyébként igaz, ez egyébként, mint, most ha nekem kéne csinálni, nekem is ez a, fú, nagyon megalázó lenne. Tehát... Ezen a szigeten egy nagyon különleges pénzügyi rendszer volt. A pénz, amit használtak, azokat fejnek hívták, és ezek nagy mészkőből faragott um, voltak. A helyek nem bíztak meg egy A aki... Á, most én annak idején olvastam Engelsztől a természet dialektikáját. Most tudom, a nem divat <laughs> Engelsz meg Marx, de ezt már Engelsz megért a természet dialektikájában ezt a történetet? A... Persze, a persze. Ezért kell, ezért kell klasszikusokat olvasni. Igen, de éppen azért, mert ezt nem divat, ő viszont szállítanak ezt elmondja a maga könnyed formájában. De nekem nem mondja, én ezt tudom. Hát igen, de hogy alapvetően a média szereplése az, az valószínűleg azokat célozza meg, akik nem olvasnak engem ezt. Hát, nekem esetleg tetszett. Olyan, olyan didaktikus, meg olyan, olyan gyerekmesélős. Na most akkor gyerekek, mesélünk nekünk a GDP-ről meg arról, hogy engedsz bácsi, <laughs> hagyó, nem, nem, ez, ez egyszerűen korszerűtlen. Igen? Abszolút korszerűtlen. Tehát annak idején a rajzfilmben, vagy a, 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 diafilmek voltak ilyenek. Hagyjon, nem. Mucika. Azért most ne véskedjél már. Ez egy... Puh, most azt mondta, hogy cuncika. Mucika. Vagy ilyen ja, mucika. Fú, na, hát igen, ez... Ettől hát, én is nagyon ideges lenni. Tettél bármiféle szexuális a Bauka Évának? Kezdjük azzal, miért erre válaszolni, nem. Tehát kezdjük azzal, hogy azt is mint az előbb engem. Uh, emlékszem, hogy amikor először felhívta, a be hozzád, mit mondtál? Nem. Te mocskos diszló. Ja? Együtt voltunk húsz évvel ezelőtt, fiatal voltam és szép. És engem miért nem molesztáltál, te dög? Ezt mondtad a telefonban. Hát én ezt nem mondtam. De mondtam. Esküszöm, nem mondtam. De én meg tudom, hogy mondtam. Na figyelj, akkor jó, engem nem raboltak el az UFO, hogy ez biztos, hogy nem mondtam neked. de, no. de mondtad. Ezt... Jó, ez egy tipikus hiszed, uh, hiszed, sízed, de hát azért nem tudom elképzelni, hogy van olyan nő, aki azt mondja, hogy de kár, hogy nem molesztáltam. Azért a kommentelők között vannak, nem tudom, ilyen 60 éves férfiak, akik úgy kezdik a... Kifejezetten emlékszem, hogy volt egy, aki úgy kezdte a, a kritikáját, hogy arany cumpzika, és utána mondta, hogy ez meg az nem jó, meg nem tudom. És az, na, az, az tényleg úgy, az, az, úgy felidegesített. Elmondtam, hogy hát engem csengének hívnak, és hogyha úgy szólít meg, akkor utána hajlandó vagyok válaszolni a kérdéseire, mert amúgy meg ilyen szakmai kérdéseket beírt nekem kommentbe, csak úgy kezdte, hogy aranycuncika, tehát nem is annyira diszonens, hogy egyrészt ilyen megalázó megnevezéssel uh, szól hozzám, de közben meg azért érdekli, hogy mit gondolok. <laughs> szóval nem, nem értettem, és akkor utána visszakozott, és átírta a kommentjét, meg elnézést kért meg mindent. szóval amúgy um, nem mondom, hogy ezek engem így nagyon feldühítenek, inkább kicsit ilyen, kicsit, kicsit inkább ilyen sajnálatot keltenek bennem, hogy most egy 60 éves férfi youtube úgy kezdte a kommentet, hogy aranycuncika, hát most nekem ezzel nem árt, de magát szerintem annyira kínos helyzetbe hozza, szóval. Hát meg kell hogy őszintén, maguknak a Pesti tévében volna a helyük. Nem. <laughs> hát azért, mert ilyen, akkor mondom, az agyam elszállt. A következő van. Ugye, e, amikor megírtam a könyvet, a könyv bemutatója lett volna december 10-án, pénteken, a mit tudom én milyen szállodában, és hétfő reggel előállt a TV2 azzal, hogy Bauko én verbálisan zaklattam, Bauko Évát verbálisan zaklattam. És az Olga, Kálmán Olga, aki nálam, nem nálam kezdett, mert szombathelyen már városi televízió volt, de az első országos televíziózást azt velem kezdte a Simon Adrással együtt, egy Szabadságtér című műsorból, ahol ők elő ott mellettem ö, kezdték a, a pályát. És a Kálmán Olgával mindig nagyon kellemesen jól elvoltunk, és aztán találkoztunk a, a, az ATV-ben, stb amikor ez a Bauka Éva sztorit előrángatták, hogy verbálisan, hozzá se értem, verbálisan zakartam, de ettől én szexuális vadállat lettem a magyar nemzetben, meg a tököm tudja hol, akkor volt az olga, hogy menjek be hozzá a hír tévébe. És ebben az interjúban mondtam a, a, a az olgának, mondom, ezt, ezt, senki nem vette komolyan. Hát mondom, te is azzal jöttél, hogy te ö, rohadék amikor még szép és fiatal voltam, rohadtul nem jutott eszedbe, hogy engem verbálisan zaklassál. És e, akkor mondtam neked, hogy de Mucika, ami, ami, ami egy irónia volt, hogy Mucika, te most hirtelen összeszartad magad? Hirtelen nem mered vállalni, hogy nő létedre ezt mondtad? A titkának persze elküldte a jó édesanyjába, hogy hogy volt pofája ezt letagadni. Utólag most lehet ezen vitatkozni, vagy egy, egy ilyen Jópofának szánt megjegyzés, hogy rohadék, amikor engem persze nem zaklattál. És erre mondtam, azt mondom, hogy a Mucika. Erre maguk kivágják, hogy mocika. A mocika hát. arra szólt, hogy bazd meg, miért nem vállalod föl, amit mondtál a telefonba? Uh, Na hagyjuk ezt. De, de világos, amit mondtál? Hát így minden. Azt akarom elmondani, hogy mi történt. Ő látta az egész interjúnak ezt a részletét, amikor szóba kerül ez az egész történet. Én nem akarok a paukrévás dologról beszélni, mert szerintem nem is tartozik a lényeghez. A bucikázás pedig... Az az olgának szólt. És, és az iróniának. Az, az, az egyik része a történet. Hogy bucik, a jó pofa voltál, most meg tagadott. De ez kívül... Azon gondolkodtam, hogy ugye mondta is, hogy, hogy, hogy nem mindig mond el mindent, ami nem tartozik a, a, az emberekre, hazudni pedig nem hajlandó. Ez, például, ez, ez külső szemmel egy pont olyan helyzet volt, ami, ami igazából mindenki rosszul járt. Nem, nem igazán tudom, hogy miért kellett ezt, ezt ezt elmondani, ezt a történetet ott abban az adásban, hiszen ebből senki sem jött ki jól. Lesz mert így történt. Hm? És akkor mi van? Így történt. És ott előadta a, a, a női riportert. Tehát nem, nem az egykori kollégával beszélgetett akivel a múltkor hülyéskedett. De ebben a helyzetben mit tudna csinálni? Hát ezzel kellett volna kezdeni. Hogy annak idején a, király királyi televízióban Havas Henrik mellett kezdtem. De ettől még nem vagyok elfogult. Ettől még föl fogom tenni a rázos kérdéseket is. Tényleg minden a vonakönyvön múlt? Hogy pénteken volt a bemutató, és hétfőn kitalálják, hogy verbálisan? Mi az, hogy verbálisan? Ajánlatot tettem, és? Ha tettem volna, és? Ezt így kellett volna csinálni, de hát az Olga egyrészt a rendező, a férje, másrészt mi itt az nem is érdekel. Elbaszt a kész. Hát nem tudom, ez egy, ez egy, akárhogyan is. Na miért nem, nem vállalta föl? Hát ez az ember nem talál ki. Én nem tudom, mert úgy ráadásul kínség... Mi az, hogy nem tudom? Hát ilyet az ember nem talál ki. Ez is hülyeség. Hogy jutott volna ilyen szembe? Na, az, összes, az, összes, ilyen, az összes botránynál ugye az a probléma, hogy ez a, ő ezt mondja, ő azt mondja. nincs, nincs, nincs mi, itt nincs vitatkozni. Mi nem, mert nem lehet tudni, ugye. Szóval külső szemmel az ember nem tudhatja a dolgokat. Nézi, Mindegy. Nézi, ő is ezeket a... Ezeket is Nekem is kínos mondja. volt, hogy hogy hogy, 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 hogy hogy, hogy, rendbe kell, hogy a térje már az eszedre, bazd meg. Hát nemrég még Nemrég még én voltam a fia legjobb barátja. Nemrég még együtt voltunk velnesezni. Most hirtelen kitalálja, hogy hogy? Milyen hagyjuk ezt a francba? Nem akarom az olgát bántani. Na, ott mégis megtette. Megvál. Még hát, hogy még hogyha ez is az igazság, és akkor ezt elfogadjuk, akkor is ez egy olyan része az, az, igazságnak, amiből ő nyilvánvalóan nem tud ebben a helyzetben jól kijönni. Miért? És ha, be, és ha azt mondja, igen, ezt mondtam, és? És akkor mi van? Ez egy jófej vagáncsaj. Ennyi, ennyi jött volna le. Ez egy jófej vagáncsaj. Meg meg ráadásul igaza is van. Észre se vettem őt annak idején. Pedig nyilván csinos volt, fiatal az, az észre se vettem. Nem vettem észre, nem foglalkoztam vele. De lehet, hogy még meg, meg is maradt benne, hogy ez a, legalább egy, egy, kedves szó vagy valami. De nem, én nem vagyok az a típus. De. Én azóta nem állok vele szóba kész. De, de az nem. Már ne, hát ezek után. Hát azért, azért mégiscsak meghazudtolt, nem? Azt mondta, hogy ő nem mondott ilyet. És én akkor én néztem körül, hogy mi van? És a helyzetben ugye akkor ön sértődött meg végül rá. Hát hogy az Isten benne. Hát meghazudtolt. De De nekem nincs ekkora önérzetem. Akkor? Hát semmi, egyszerűen az, hogy, az hogy, hogy ilyen pofátlan szar ügy, ügybe kevertek bele. Ez egyszerűen ciki. Egyszerűen ciki. Már összehoztak volna... Na, Egy rendes lejáratást? <laughs> ne, hát azt nem tudtak volna. Hát nem képzeli, Hát erre mondtam azt, hogyha én az összes nő, akit én visszautasítottam, azok a, a úttól a Kálvin térig állnának. Na, mert hagyjuk. Mondom, nem is, ez a, nem, is ez a, nem is ez a lényeg szerintem, meg nem is ez a fontos. de abban, a jelen, abban, a, abban az időszakban ez nagyon is érdekelte a lányomat, a, az unokámat, meg a feleségemet. Meg a munkahadóját vélem értem nem? Már nem, az abszolút nem érdekelte őket. De kirúgták? Hát ez egy másik kérdés. Hát persze, hogy kirúgtak. Hát nyilván jött egy telefon. Pénteken még, 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 még a vonakönyvet dedikáltam a a vizének, a, ahogy hívják a fő muftit, a tv a, Német Német Sándornak. Pénteken még délután azt mondta, hogy hát se, milyen vizsgálat, mi csoda, te, hogy, ha, ha. Hát erre vasárnap reggelre, meg, aztán két hét múlva átutalta 200 milliót nekik. A Hitparkra, meg a Szentpál Akadémiára. Nem az én, hát jó, az index, az akkor index azt hitt, hogy megjött Havas Henryk vérdíja. Nem, az csak egy ilyen gesztus volt, mm -hmm. amit nagyon jól mondta volna a sajtótájékoztatóan. Ez az egész, ami a Havas Henry körül szóval zajlik, az arról szól, ha ezt vele megmerjük csinálni, vagy ha ezt vele meg lehet csinálni, akkor mire számíthatnak mások? Valószínűleg az is benne lehetett ebben a történetben, hogy könnyű, ezt, ezt, az egészet felépíteni, hiszen a havas karakter, amit már említettünk az elején, az a nácisztikus havas karakter, ez egy jó táptalaja tud lenni bármi fajta lejáratás. Na, pont ellenkezőleg. Hát kinézik ki belőlem, hogy nekem szükségem van arra, hogy Bauko Évát verbálisan zaklassam. Adjuk már ezt a hülyeséget. Hát akiben ellenszenvet kelt a, a, megosztó karakter. De azt se hiszi el, hogy nekem szükségem van arra, hogy Bauko Évát val... Hagyjon már, hülyeskedjen már. Hát azért... Nem ez volt a híre. Hogy <laughs> van fogalmazzak, hogy nekem Mauko Éva az én szintem, hagyjon már. Ez is ilyen tipikus kérdés, hogy mennyire lehet elválasztani a művészt, a művészetétől, mondjuk. Tipikusan például az Kevin Spacey-vel kapcsolatban szokták ezt felhozni, hogy ugye ő is cancel az lett. Szerintem ez ugyanez, az, az analógia a média is kiterjesztető, mint hogy a mű és a művész. Kérdőlebb. És igen, szerintem, az... szerintem nem. Szerintem nem, mert, mert olyan szempontból más, hogy egy színész az egy szerepet játszik a filmjeiben, és amikor mondjuk megnézzük a House of Cards-ot, akkor ott nem Kevin Spacey-t nézzük, és az ő nem az ő szavait hallgatjuk, vagy őt látjuk, mint akár, mint egy példakép, vagy ilyesmi, hanem ő egy szerepet játszik. Ott szerintem ott el lehet vonatkoztatni, viszont amikor Havas Hendrik ott van a médiában, akkor ő a saját személyét képviseli, és amikor beszél, akkor a saját gondolatait mondja, Uh, szóval szerintem egy média szereplőre ilyen szempontból szigorúbb feltételek meg kell, hogy vonatkozzanak. Nem tudom, amúgy szerintem nem olyan nehéz érezni, hogy mikor vagyunk sértőek egy másik emberrel szemben. Szerintem ezt nem, nem nehéz megérezni. Szerintem H Havas Kendrik is tudja, hogyha mucikának szólít valakit, az nincs rendben, és nem esik jól a másiknak. De ez tényleg mindig az, hogy a Youtube-on uh, ilyen szempontból nagyon nagy szabadság van, hogy nincs, nincs semmilyen hierarchia vagy ranglétre, amit meg kéne másznod, nincsen, nincsen diszkrimináló, vagy esetlegesen diszkrimináló felvételi folyamat. Nem, nem fordulhat elő, hogy nem tudom, szexista kollégáid vannak, vagy ilyesmi, hanem, hanem tényleg bárki. bárki mehet és feltölthet, és, és szerintem olyan, nem, nagyon jó. Ez volt a Monoszkó. Én és minden munkatársam nagyon köszönjük a figyelmedet. ha megteheted, kérlek szállj be a finanszírozóink közé, ehhez minden információt és linket megtalálsz a videó alatt. Hogyha a véleményedet szeretnéd megosztani vagy kifejteni, a kommentmezőben megteheted, vagy a Partizán társalgó nevű Facebook oldalunkon. Emellett megtalálsz minket Instagramon, Spotifyon és a legtöbb podcast platformon is. Nagyon köszi még egyszer a figyelmet, sziasztok!